Kedden 1.200.000 általános iskolás és középiskolás diák kezdi meg a tanévet. Az iskolakezdés anyagi terheinek csökkentése érdekében mintegy 650.000 tanuló ingyenesen kapja meg a tankönyvet. Szeptembertől egyébként a pedagógusok bére újabb 3,4%-kal nő. Ütemterv szerint megérkeztek, és az elmúlt napokban sok intézményben már ki is osztották a tankönyveket. Idén több mint 12 millió tankönyvet rendeltek az iskolák, mintegy 11,8 milliárd forint értékben. A kiszállított tankönyvekért nem előre, hanem az átvételt követően legkésőbb szeptember 15-éig kell fizetniük a szülőknek. Ennek a nyírteleki kislánynak már az iskolatáskájába kerültek a könyvek. A helyi általános iskola 8 év folyamára összesen 4300 tankönyv érkezett meg augusztus 18-án. A posta szállította a tankönyveket, amelyet a pedagógusok szortíroztak. A helyi általános iskolások 86%-a ingyen kapja a tankönyveket, hiszen idén az alsó tagozat 3 év folyama térítésmentesen kapja meg a csomagot. Azok sem fizetnek, akik 3 gyermekesek, rendszeres gyermekvédelmi támogatást kapnak, tartósan beteg gyereket nevelnek, vagy sajátos nevelésű igényű diákok. A többiek átlagosan 10-14 000 forintot fizetnek idén. A tankönyveket nem csak készpénzzel, átutalással, hanem többek között iskolakezdési utalványokkal is fizethetik a szülők. Vendégünk a stúdióban dr. Vinnai Győző, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Akkor meg párt szakpolitikus, országgyűlési képviselő. Képviselő úr, kezdjük azzal, hogy itt a bejátszásban is elhangzott, hogy rendben megérkeztek a tankönyvek, és az idén ugye a gyermekek többsége, vagy döntő része már nagyon kedvezményesen, vagy ingyenesen jutott a tankönyvekhez. Mi volt a szándék ezzel kapcsolatban? A szándék az volt, ugye, hogy az elmúlt években mindig valami kis téma volt, hogy a tankönyvek megérkeztek az iskolában időben. Örömmel láttam a bejátszásban, hogy most megérkeztek, és nincs semmilyenféle fennakadás. Azt is el kell mondani, hogy az egyes tankönyvcsomagok, amelyeknek a fizetéséről is volt szó a bejátszásban, mintegy 12.200 forintba kerülnek átlagba. Tehát vannak olyan osztályok és tankönyvcsomagok, ahol ez drágább, és van, ahol pluszkönyvekre van szükség, van, ahol ez olcsóbb. És azt is látni kell, különösen itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hogy ön is említette, hogy a diákok, tehát akik a közoktatásban részt vesznek, mintegy 1.200.000 emberből több mint fele ingyenesen kapja a tankönyvet, vagy alanyi jogon, vagy rászorultsági alapon, vagy éppen nagycsaládos, vagy részben kell csak fizetnie érte, de azt is láthattuk a bejátszásban, és ez jellemző Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére, hogy az országos arányoknál többen kapják ingyenesen a tankönyvet, hát sajnos a szociális helyzetünk miatt, itt a nyíltelki iskolában is láttuk, hogy ez nem fele vagy 60%, hanem 86%-a a gyerekeknek ingyenesen vagy részben ingyenesen kapja. Nagyon lényeges, hogy a tankönyvek rendben legyenek, ez az egyik kiinduló pont, hogy sikeres hogy legyen a tanév. Így van. Képviselő úr, az, hogy a fizetésben is különböző konstrukciók lettek bevezetve, ez is gondolom segítség. Azért van, hogy a családokat segítse, hiszen ahol több gyerek van, azért az iskolakezdés egy elég megterhelő. És még valamit szeretnék elmondani, amit 5 éve már egy kicsit súlykolunk, hogy nagyon fontos az oktatásban az, hogy megfelelő tankönyvekkel, megfelelő informatikával induljanak el a gyerekek, vagy induljon el a tanév, de igazán a tartalmi fejlesztése fontos, mert azt is lehetett hallani az országos tanévnyitó, ugye tegnap egy kis Borsod megyei kis településen megvolt, hogy az informatikai fejlesztés, meg az infrastruktúrális fejlesztések mellett, amely az uniós ciklusban megtörténik az iskolákban, lesznek központi iskolák, tehát koncentrálni szeretnénk a fejlesztéseket, emellett a tartalmi fejlesztés is fontos, a művészet oktatásban, a mérésértékelésben, a kompetenciák fejlesztésében és a pedagógiai szakszolgálatban, hiszen én úgy fogom fel az oktatást, hogy nem csak egyszerűen tudást kell átadnunk, használható versenyképes tudást, pontosabban az ott tanító tanároknak, empatikusan, hogy mondjam, a gyerekek képességeit figyelembe véve, hanem emellett nevelni is kell a gyerekeket, hiszen különböző családokból, különböző társadalmi helyzetben vannak ezek a családok, és az iskolának az egyik legfontosabb feladata,
hogy ezeket a különbségeket, amelyek jelen vannak Magyarországon a különböző társadalmi csoportoknál, kompenzálja, csökkentse. Így van. Ha már szóba került komplexen az oktatás, ugye akkor ez az idei tanév azért is különleges talán az előző tanévekhez képest, mert több változás is életbe lép. Beszéltünk a tankönyvekről, amelyek most már az első három évben alanyi jogon járnak a gyerekeknek, illetve a nagy többsége a gyerekeknek kedvezményesen kapja meg. Így van. És hát az iskolához tartozik, hiszen a gyerekek az napjuk nagy részét ott töltik. A közétkeztetési reform is most ér egyenesbe, hiszen most jár le a határidő, most már minden konyhán az előírásoknak megfelelően kell főzni. Ez holnaptól indul. Hogyan kapcsolódik az egész folyamathoz? Ez úgy kapcsolódik az egész folyamathoz, hogy ha szellemiségében tartalmi tudást akarunk adni, akkor szeretnénk, hogyha a gyerekeink egészségesek lennének az iskolában. Tehát a mindennapos testnevelés, ugye, amely azt mondta, hogy most mozgásra szükség van, hiszen sajnos mindenféle statisztika azt mutatja, most nem hoztam pontos statisztikát, de a magyarok többsége túlsúlyos, vagy legalábbis elég rossz helyen állunk az Európai Uniós rangsorba, és a gyerekkorban kell ezt megelőzni, hogy ne legyenek túlsúlyosak gyerekeink, tehát a mozgás, a másik pedig az egészséges étkezés, mert ha valaki túlsúlyos gyerekkorban, akkor könnyebben kialakulhat felnőtt korban, kialakulhatnak betegségek, például cukorbetegséget ilyennek mondják, és ezért a közétkeztetési reformban az alapanyagokat meghatározzák, az egészséges, a só mennyiségét, ugye ezt nagyon szigorúan kell venni, hiszen tudjuk jól, hogyha sósan eszünk, vagy túlsós, akkor a magas vérnyomást elősegítheti, már pedig a hipertónia az Magyarországon szinte népbetegségnek számít. Tehát én nagyon örülök ennek, hogy mindenféleképpen az ételek minősége a menzákon, ahogy mi is gyerekkorunkban mondtuk, változni fog, szigorú előírások vannak, és azok, hogy, és azt is örömmel látom, és támogatom, hogy a sótartók eltűnnek a gyerekek asztaláról. És ha már az étkeztetésnél tartunk, akkor... És ugye egyre több gyümölcs jön be, hogy itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét mondja, igen, mondjuk iskola, ma iskola, témánkhoz. És hát ugye kormányzati szándék az is, hogy néhány év múlva a iskoláskorúak, vagy a közoktatásban résztvevők az étkezést is ingyenesen kapják meg. Ebben hogyan, milyen lépésenként halad előre ez a rendszer? Hát annyit lehet most erről elmondani, hogy ez egy olyan terv, amikor a közétkeztetésben majdnem, hogy anyagi helyzettől függetlenül mindenki egységesen megkapja, de ennek a feltételeit meg kell teremteni. Tehát ez olyan, mint az ingyenes tankönyv, hogy felmenő rendszerben próbáljuk kiépíteni. Ennek most első lépése, hogy a közétkeztetésben ez a reform, vagy ez a változás életbe lép, és akkor szeretnénk 4-5 év alatt elérni oda, hogy mindenki ingyenesen kapja, és valójában ez egy szolidaritást is jelent a gyerekek között, hogy nem az anyagi helyzet fontos. Vagy hadd mondjam el a pedagógus béremelést. Ez is hasonló, hogy lépcsőként emeljük. Nem tudom, hogy ön is említette a felvezetőben, vagy láthattuk, hogy 3,4%-kal nő. Na de ez annak az összbéremelésnek a 10%-a, amelyet 2013. szeptember 1-ében 60%-ban kaptak meg a tanárok, tanítók és tanárok, és 14, 15, 16 és 17-ben lesz az utolsó, úgymond, hogy 10-10%-ban történik egy emelkedés, és hadd beszéljünk konkrétan, mert a nézők azt szeretik. Én kiszámoltam, hogy ez azt jelenti, mondjuk egy átlagos bérrel számolva, mert van pedagógus 1, pedagógus 2 kategória, van pályakezdő, van, aki 15 éve, van, aki 30 éve van a pályán, de hogy mondjuk egy átlaggal, ha számolhatunk így, ez 6 és 8 ezer forint közötti nettó béremelést jelent tanítónként, tanárunként. Ha már szóba kerültek a pedagógusok, akkor ugye újdonság az is ettől a tanévtől is, hogyha elszakadunk az általános iskolától, hogy a szakképzés rendszere is megváltozik. Már felállt az intézmény, amelyik ugye a Kliktől átkerült a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. Ebben mit tudunk elmondani, ezek az intézmények hogyan próbálnak meg minél inkább a munkaerőpiaci igényekhez alkalmazkodni, és milyen kapcsolatot tudnak esetleg kialakítani majd a munkáltatókkal, hiszen hát ők a
testesítik meg az igényt tulajdonképpen. Éppen ebben a stúdióban beszélgettünk már a szakképzés átalakításáról, hiszen a törvény módosítása ebben a ciklusban, ebben a tavaszi időszakban történt meg. Három fontos elem, ami véleményem szerint kulcsa ennek a dolognak. Az egyik, hogy a szakképzési rendszert erősíteni szeretnénk. Az intézményrendszer 44 szakképzési centrum jött létre az országban, ebből három a megyében, Nyíregyháza, Kisvárda és Mátészalka központtal. Ide a szakiskolák, régen szakmunkásképzők és a szakközépiskolák tartoznak. A tartalmi fejlődés pedig, hogy változik a szakközépiskola fogalma és tartalma, szakgimnáziumok lesznek. A jövő tanévtől ez azért húzzuk alá, hogy nem most indul el, ugyan a szakképzési centrumok július 1-én most megalakultak, de előkészítik a következő tanévet, ami azt jelenti, hogy a szakgimnáziumban megszerzi az érettségit a diák, és mellette kap egy OK és szakképesítést, és ha egy évet rátesz, akkor technikusi minősítést kap. Tehát jó szakemberek kellenek, vagy természetesen, hogyha jó tanulok, akkor megy tovább egyetemre és főiskolára, hiszen megvan az érettség. A szakiskolákból, a jelenlegi szakiskolákból pedig szakközépiskolák lesznek, ott pedig három év alatt a szakmát megszerzik, és ha valaki nagyon jó és szeretne érettségit, akkor munka mellett két év alatt megszerezheti az érettségit. Egyébként a fő cél az, hogy gyakorlatorientált, duális képzés legyen a középfokon is, ez egyébként a felsőoktatásban is nagyon népszerű, felsőoktatásban is van ilyen gyakorlatorientált képző, gyakorló helyek állnak rendelkezésre. A TISZK-ekre is építünk, amelyek az elmúlt ciklusban azért ilyen gyakorló helyekké váltak, Nyíregyházán is van ilyen. Én azt látom, hogy mindez azt mutatja, hogy szüksége van a magyar gazdaságnak arra, hogy egy korszerű szakképzési oktatási rendszere legyen, mert ez már akadálya a fejlődésnek, a gazdasági fejlődésnek, hogy nincsenek jó szakemberek, vagy szükségünk van jó szakemberekre, és az is jó, hogy meg is fizessük ösztöndíjjal, majd később a versenyszféra ezeket a szakembereket ne menjenek külföldre, itthon találják meg a boldogulást. Én szerintem ez nagyon lényeges itt az oktatásnál, és ez a tanév egy nagyon fontos tanév lesz, éppen azért, mert a szakképzésnek egy próbatanév, ráadásul az Agrár Szakképzési Intézmények az Agrártárcához, a Földművési Minisztériumhoz kerültek, és ott is az én ismereteim szerint egy nagyon komoly tartalmi fejlesztés található, vagy tartalmi fejlesztésben gondolkodnak, és ez nekünk itt a megyében, mint Agrármegyének, az agrárszakképzés, egyáltalán szakképzés, az alapfokú képzés nagyon fontos, úgyhogy én azt várom a tanévtől, hogy ezek az irányok felerősödnek és folytatódnak. Így legyen, képviselő úr, köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba, és természetesen várjuk legközelebb is, amikor már a szakképzés átalakítása kapcsán az újdonságokról be tudunk számolni. Köszönöm a lehetőséget.